Jó estét kívánok! Hideg nappal zúd éjszakák, ez lesz a jellemző a következő napok időjárására. Folytatódik a napos, száraz hideg idő, ugyanis továbbra is elkerülik a Kárpát-medencét a csapadékot is adó felhőrendszerek, így az éjszakai órákban derült lesz fölöttünk az ég, és mint említettem, zord hideg lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban általában mínusz 10 és mínusz 15 fok között alakul, de a vastag hóval borított szélvédett helyeken mínusz 20 fok körül, sőt mínusz 20 fok alatti minimum hőmérséklet is lehet. Holnap napközben több-kevesebb napsütés mindenütt várható a több északon északkeleten. Csapadékra nem számítunk, a legmagasabb nappali hőmérséket a Kárpát-medencében általában plusz 1 és mínusz 4 fok között várható, és erre számíthatunk Magyarországon is. Holnap után már több lesz fölöttünk a felhő, és szórványosan hószálingózásra, hózáporra is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséket 0 és mínusz 5 fok között várható. Aztán a következő napokban sem változik időjárásunk, mint láthatjuk, a hőmérséklet végig fagypont alatt marad. Vasárnapig lehetnek hózáporok, hétfőn, kedden pedig elsősorban száraz hideg idő lesz. A közlekedésben továbbra is téli útviszonyokra kell számítani, hajnalban és éjszaka ködfoltok lesznek, fronthatás nincs. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!